Ebben a videóban egy új sorozatot indítok el, mégpedig a top 10 sorozatot. Erről annyit kell tudni, hogy azokat a termékeket mutatom meg nektek ebben a sorozatban, amik nekem nagyon beváltak, és a top 10-es listámba bekerülnek. Szóval lesz olyan, hogy smink, hajápolás, arcápolás, testápolás. Legyen az első, ami nagyon-nagyon fontos, az az alapozó. Én nagyon sok alapozót próbáltam már, tényleg L'Oreal-t még nem próbáltam, azt nagyon szeretnék, de Max Factor-t próbáltam, Maybelline-t próbáltam, Manhattan-t próbáltam, tényleg szinte mindent végig próbáltam. Amúgy nem nagyon problémás a bőröm, de szeretem, hogyha teljesen le van fedve, hogyha teljesen porcelán bababőr hatást kelti. Most a tényleg nagy kedvencem, és amit árérték arányban is, és nagyon megéri megvenni, ez a Rimmel Lasting Finish 25 órás alapozó. Lehet, hogy csak bebeszélem magamnak, de most ez az egyetlen alapozó, ami tökéletesen fed, és ami tökéletesen a nap végéig rajta marad az arcbőrömön. Eddig a Maybelline Max Factor-okkal nem volt nagy problémám, nem a legjobban szuperálnak, de nem voltak problémáim. Most viszont valamiért, nem tudom, szerintem bebeszélem magamnak, de a nap végére eltűnnek az arcbőrömről. Ez viszont nem. Normál bőrűeknek és enyhén kombinált zsíros bőrűeknek nagyon tudom ajánlani. A következő termék, ami azt szolgálná, ami szolgálja, mert hát megteszi ezt a feladatát, hogy az arcunk hibátlan legyen, az a korrektor. Hát én próbáltam Essence korrektort, Maybelline korrektort. Nem azt mondom, hogy mind nagyon rossz, de egyik sem produkált ilyen hatást, mint ez a Catrice Camouflage korrektor, ami már szintén benne volt egy kedvences videóban. Szóval ez lányok valami hihetetlen. Szóval próbáljátok itt tényleg. Nagyon sokan a MAC korrektorához viszonyítják, mert annyira jó fedése van. Nekem a 0-20-as light beige árnyalatban van meg, és szerintem baromi jó. Nagyon szépen elfedi a pattanásokat, a szem alatti karikákat. Tényleg nagyon-nagyon jó. Az egyetlen probléma szerintem az, hogy három színben kapható csak, a 0-10-esben, a 0-20-asban és a 0-30-asban. Egyébként nem sok árnyalati különbség van ez a három között, de nem tudom, remélem, hogy mindenki megtalálja a saját bőrszínének megfelelőt. A New York Color-nek a Smooth Skin bronzosító púderét mindenképpen ide szeretném sorolni, mert drogériás viszonylatban ez az egyik legjobb bronzosító. Külföldi guruk, és tényleg aki ezt kipróbálta, az mondja, hogy ez egy nagyon-nagyon jó termék. Tényleg én is nagyon-nagyon szeretem, régóta is használom, és még hát most kezdek el elérni az aljához. És ami a legfontosabb, hogy nagyon tartós. Szóval én tipikusan az a diák vagyok, aki, hogyha unja magát, akkor így a fejére így rátámaszkodik, és így nyúzza az arcát össze-vissza. Szóval ezért is van az, hogy nap végére már a pirosító, az alapozó, a púder, a bronzosító már így körülbelül nyoma sincs az arcbőrömön. De ez az a termék, amikor felteszem az arcbőrömre reggel, és tényleg így elalszok a padon, akkor is még, ha hazaérek, és belenézek a tükörbe, akkor még rajta, akkor még látom, hogy van ott valamicske. Nem mondom, hogy teljesen úgy néz ki, mint hogyha 5 perc ezelőtt vittem volna fel, de tartóságra nagyon jó, és az ára is valami verhetetlen, azt hiszem ilyen 800 forint körül van, már lehet, hogy 800 forint akkor, amikor 25%-os akció, nem tudom, valamilyen 800-900, de biztos, hogy 1000 forint alatt van az ára. A szem smink, amihez elengedhetetlen számomra egy ideje már a szemhéj alapozó. A drogériás viszonylatban nekem csak Essence-es szemhéjpúder alapozóim voltak, de ami nagyon-nagyon bevált, ez a Color Arts szemhéjpúder alapozó, ami igazából az Essence-nek a pigmentjeire lett kifejlesztve, hogy erre vigyük fel a pigmenteket. De természetesen jók az ilyen a préselt szemhéjpúderekre is, és nagyon-nagyon jó, tényleg. Ennek is az ára olyan 6-700 forint körül lehet, és ez egy olyan termék, ami átlátszó, olyan, mintha ragasztó lenne. Egy nagyon keveset, egy ilyen borsolnyit fölviszünk a szemhéjra, kicsit beletapogatjuk, és ilyen kicsit ragacsos érzete lesz.
Én általában nem szoktam megvárni, hogy megszáradjon, hanem egyből, mikor ilyen kicsit ragacsos, akkor teszem rá a szemhéjpúdert, de valaki úgy csinálja, hogy hagyja, hogy megszáradjon, és úgyis hatásos. Akkor, hogyha már itt vagyunk, akkor jöjjenek a szemhéjpúderek. Én szintén Essence szemhéjpúdereket hoztam, mert nagyon meg vagyok velük elégedve. Catrice szemhéjpúdereket is szeretem, de nem annyira, mint az Essence szemhéjpúdereit, mégpedig azért, mert befolyásoló tényező az ára, mert a Catrice-nek a duó szemhéjpúderei kb. 7-800 forintokba kerülnek, az Essence-nek a mono szemhéjpúderei meg ilyen 500-600 forintba, és nem feltétlenül rosszabbak. Én most 4 mono szemhéjpúdert hoztam ide nektek. Ők azok. Hát jó, elmondom a nevüket, hogy a 47-es Earl Grey, ez egy matt árnyalat, ezt nagyon imádom, ezt évek óta konkrétan, amikor nagyon sietek, és de szeretném, hogy valami legyen a szemhéjamon, akkor ezt szoktam használni. Akkor van még egy 48-as Forest Gump, ami egy fényes, és egy nagyon szép, tényleg ilyen erdős, zöldes. És van egy 2 Color and Shine, a 02-es Stage Beauty, ami egy arany szín, és valami hihetetlenül szép szemem, valamint a 10-es Let's Do the Moonwalk, ami egy ilyen szürkés, feketés színű. Azonban van még 3 quattrom, amiket ha nem hallgattuk, akkor vásároltok be ezekből a quattrokból, amikor leértékelik őket, akciósak, mert egyébként 1000 forintot én nem biztos, hogy adnék értük, mert ilyen quattrok, nekem azt hiszem most csak 3-at hoztam ide, és lehet, hogy csak 3 is van, de most ezeket találtam. Szóval 300-400 forintokért lehet őket beszerezni, hogyha akciósak, hogyha nem, akkor ilyen 1000 forint körül vannak az árai. Nekem a legelső sminktermékem szinte, és a legelső akciósan vett Essence termékem, ez a 02-es Chic Eye-fi árnyalat, amit a mai napig rongyosra használom konkrétan, mert ez a világos bézs szín, ez már szinte kifogyóban van, de nagyon-nagyon imádom, már el is van törve, tiszta, koszos, de never mind. A következő, ezt mindet egyébként akciósan vásároltam, pár éve szerintem, szóval ez a 08-as Would You Mind. Ez ilyen nagyon szép, fényes és nagyon erősen pigmentált zöldes paletta. A másik pedig egy pasztelszín, a 10-es Me and My Ice Cream. Ezek azok. Én ezekre a termékekre esküszöm, tényleg, mert ezek a szemhéjpúderek tartósak, árérték arányban is, és teljesen megfelelőek, és egyszerűen nem tudok rájuk rossz szót mondani. Talán egy-két olyan, egy-kettőnél ki lehet fogni, ami nem annyira pigmentált, vagy nem annyira tartós, de többségük tényleg nagyon-nagyon ott van a szerem. Akkor a következő, ha szemnél maradunk, akkor szeretném, hogyha megismernétek ezt a Lovely szemhéjtust, mégpedig ezt a filces szemhéjtust. Nagyon sokan preferálják ezt a szemhéjtust, és tényleg nagyon-nagyon jó. Nekem ez az első szemhéjtusom, amivel tökéletesen meg tudom csinálni ezt a cicás vonalat. Az Essence-nek van még egy zselés szemhéjtusa, azt is nagyon imádom, nagyon tartós, de az a baj vele, hogy megveszem 1000-100 forintért, és körülbelül pár hónap múlva beszárad. Szóval még esélyem sincs, hogy elhasználjam, de még így is megéri, szóval az is jó. Ezt viszont, hogyha akciók vannak a Lovely pultoknál, akkor ilyen 400-500 forintokért be lehet szerezni, és nagyon-nagyon jó. Az egyetlen probléma vele, hogy nagyon makacs, amikor lemosom. Például, hogyha nem vízálló szemfestéklemosóval mosom le, és olajos, kétfázisú szemfestéklemosóval, akkor nagyon-nagyon maszatolódik, és próbálom így lehúzni a battapamacsal, és egyszerűen az egész arcom olyan lesz, hogyha így végighúzom, szóval nagyon makacs tud lenni. Valamint hoztam egy szempillaspirált is,
mégpedig szintén a Lavritól ezt a Curling Pump Up szempiraspirált, amiről már órákat zengettem konkrétan, mert egyszerűen annyira jó, főleg szintén árérték arányban. Szóval nem mindig azok a termékek a jók szerintem, amiknek ilyen horribilis áruk van. Mindig példának, okának felhozom ezt a Chanel rúzsokat, mert ugye nekem van 2 Chanel rúzsom, és nem olyan hú de nagy minőségűek, pedig elég drágák. Ellenben majd mutatni fogok itt is pár rúzst, amit simán kenterbe verik, szóval én inkább azokat mondanám, hogy jobban szeretem. A Chanelnak inkább a nevét fizetjük meg, nem a tudását idézőjelben. Szóval ezt a szempiraspirált is körülbelül olyan 4-5-600 forintért lehet megvásárolni. Tényleg íveli a szempillákat, dúsítja, szétválasztja, tartós is a nap végén, mert nekem a szempillaspirálokkal az a problémám, hogy vagy leperegnek a szemem alá, vagy irritálják a szememet, és azok a kis szemfesték darabok a nap végén, mikor leválnak, akkor belemennek a szemembe, és így irritálják, vagy törik a szememet. Hoztam még egy szintén szempillaspirálok lesznek a következő termékek, mégpedig a Maybelline szempillaspiráljait is nagyon szeretem egyébként. 2 hoztam ide, a Falsies-t és a Colossal Volume Express-t. Ez a 8., hogyha jól számolom, a top 10-es skálámon. És egyébként mondanám, hogy ezeket nem abban a sorrendben mutatom, hogy melyiket szeretem a legjobban. Szóval nincs az, hogy az alapozót szeretem a legjobban, ő az első, meg stb., hanem amik így kiveszek így mellőlem a dobozba. Szóval ezeket a szempiraspirálokat is nagyon tudom ajánlani, főleg akkor, mikor akciósak. Eredeti áron olyan 2200 forintba kerülnek, de amikor akciósak, akkor olyan 1700-600-800 forintért is be lehet őket szerezni. Közül nem nagyon tudok választani, mert mind a kettő hasonló eredményeket produkál, és mind a kettőt hasonlóan imádom, szóval ezt a kettőt tudom ajánlani. Még ki szeretném próbálni, vagy a One by One-t, vagy a Rocket Volume, vagy valami Rocket, valami. Azokat is nagyon ki szeretném próbálni. És akkor most jönjenek az utolsó, a 9.-10., mégpedig a szájra való termékek. Ez egy nehéz kérdés, mivel hogy én imádom a rúzsokat, szinte az esetek 90%-ában mindig van valamilyen számon, és nagyon sok rúzsom is van, és meg szájfényem is, hogyha már itt tartunk. És amikor bejött a New York Color Magyarországra, akkor szinte nem is vettem róla tudomást. Szóval oké, van meg minden, de nem éreztem úgy, hogy nekem ezt a termék, ebből a termék családból, ebből a márkából nekem meg kéne szereznem pár dolgot, mert kipróbáltam a szájfényüket, ezt a Liquid Lip Shine szájfényüket próbáltam ki, és valami elképesztő, hogy mennyire jók. Azóta már 4 színnel gazdagodtam. Az első már nem tudom, de azt hiszem, hogy ez a Prospect Pink volt. Azóta beszereztem már a Brinkton Beach Peach-t, a Rockefeller-edet és a Fashion Ave fuchsiát. Ragadósak. Szóval nem azok a krémesek, hanem ezek a ragadós fajták, de én nem is bánom, mert szerint én úgy vallom, hogy ezek a nagyon ragadósak, tartósak igazából, mert az ilyen krémes, vagy amik ilyen inkább ilyen lágy, vagy nem is tudom ezeket amúgy hogy mondják, ezek így felszívódnak, vagy lenyalja az ember. Ez viszont tényleg annyira ragaszkodik, már egy kicsit túlságosan is ragaszkodik, mert iszik az ember, vagy eszik az ember, akkor még utána az a ragasos érzés még rajta lesz a szájon. Azt én szeretem például letörölni, viszont amikor megyünk valahova, és tényleg nem akarunk fél óránként újra rúzsozni, vagy újra szájfényezni, akkor tényleg ezek nagyon-nagyon jó alternatívák, valamint ez a két szín, ezeknek inkább ilyen átlátszó színük van, de ez a két szín annyira pigmentált, hogy olyan, mintha rúzsok lennének, nagyon imádom őket, még terve van, hogy még pár árnyalatot beszerzek belőlük, mert kíváncsi vagyok, azt hiszem újabbak is érkeztek nemrég, vagy lehet, hogy már rég, de kíváncsi leszek rájuk. Szeretnék egy ilyen
lilás színű szájfényt is belőlük. Láttam egyet, egy az is ilyen szilvás színű volt, valamint egy sima átlátszót is nagyon szeretnék. Aztán az utolsó, a tizedik ebben a listában, azok a Catrice rúzsok. Azt hiszem, hogy már volt Catrice szájfényem, amik nekem annyira nem szuperáltak jól, bár hasonlók, mint a New York Color, de azért mégsem. Szóval nekem ezek a Catrice rúzsok nagyon-nagyon beváltak. Nem is olyan drága az áruk, 1000 forint körül van, 1200-300, hogyha ki tudjuk fogni akciósan, akkor meg 600 forintért be tudjuk őket szerezni. Nekem a 120-as Gold Ambulance van meg, ami egy ilyen nagyon brutál, kicsit csillámos, pinkes színű, és egyébként ezeket az erősebb színeket én jobban szeretem úgy használni, hogy alá szájceruzát használok, hogy ne menjen ki a számnak a vonalából. Aztán van egy 090-es Like My High Heels, ez egy ilyen bordós, pirosas, kicsit narancsos. És van egy nude szín, amit már mutattam nektek, azt hiszem 2 videóban is, a 010-es Be Natural, ami meg ilyen barackos, nude szín, tényleg valami hihetetlenül szép. És hát ennyi lett volna ez a top 10-es smink termék, drogériás smink termék. Remélem, hogy tetszett, és maga az ötlet remélem, hogy tetszik, hogy top 10-es kategóriában sorolom nektek azokat a termékeket, amik nekem nagyon-nagyon beváltak. Remélem, hogy tetszett ez a videó. Remélem, hogy tetszett a videó, hogyha így van, akkor ne felejtsétek el lájkolni, és iratkozzatok fel a csatornámra. Köszönöm, hogy megnéztétek, sziasztok!